20 éves az Eismann, a német tulajdonú cégcsoport saját nyíregyházi gyára 2011-ben indult. A társaság azóta folyamatosan bővít a megyeszékhelyen. Növeli a foglalkoztatottak számát, illetve új technológiákat is használ az autóipari belsők gyártásában. A társaság a következő 2 évben újabb beruházásokat tervez a szabolcsi megyeszékhelyen. A nyíregyházi telephelyet 1997-ben alapította a német cég, amely kezelő elemeket, automata és manuális váltógombokat, kézifék markolatokat, kézifék és váltómanzsettákat gyárt. 7 nagy autógyár közvetlen beszállítója. 97-ben 25 fővel kezdtünk, még a szomszédos Derkovics utcán, az még egy bérlemény volt, és bérmunka akkor, még nem direkt beszállításokkal. És ez igazából az első leányvállalata is az Eismann csoportnak, ugye akkor sok német cég nyitott Kelet-Európa felé egy kis tapogatózás után. Ez egyre inkább beindult, jöttek a direkt szállítások, a kisebb projekteket, egyre nagyobb projektek követték újabb vevők, gyakorlatilag a 10 év elteltével az összes nagy európai autógyárnak szállítottunk már, főleg európai autógyárakba szállítunk, prémium kategóriás autókba, hisz bőrrel, műbőrrel, krommal, fával díszített termékeket gyártunk. Aztán 2011-ben egy új gyárépítése vált szükségessé, kinőttük az akkori telephelyet. Akkor egy olyan havi 1,5 millió eurónyi forgalmunk volt, ami ma ennek már az ötszöröse, tehát az új telephely, és ahogy említettük a sajtótájékoztató vagy a beszédek alatt, ez a telephely is a megtelt úgymond projektekkel, hál' Istennek, és további bővítési terveink vannak. A nyíregyházi gyár hamarosan egy új gyártócsarnokkal bővül. Vásároltunk tavalyi év folyamán egy telket, ami a jelenlegi telephelyénk kell hasonló nagyságú, egy kicsit még nagyobb is, tehát egy ugyanilyen csarnokot akár oda fel tudunk építeni, ami 16 ezer négyzetméter. Első körben persze nem ebbe a 16 ezerbe gondolkozunk, hanem mondjuk ennek az egyharmadában, vagy valami ilyesmi mértékben, és jövőre, vagy az azt követő évben el is kezdjük ezt a beruházást. Az összberuházás 6,5 millió euró lesz, ezzel a fejlesztéssel plusz 200 főnek tudnak munkát adni. A tavalyi évben 493 millió euró nyereséggel zárta az évet a cégcsoport, amely 13 gyárában közel 5000 főt foglalkoztat.